Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban farsangolunk még egy kicsit, szó lesz az Én idő fontosságáról, valamint ellátogatunk egy különleges divatshowra is. Tartsanak velünk! Fánksütés, fánkevőverseny, állatkészítés. Színes programok várták a családokat február 12-én a Fekete-hegy Szárazréti Közösségi Központban, ahol a farsangi hangulaté volt a főszerep. Nagy volt a sürgésforgás a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központban. Egyesek a fánksütésnél segítettek be, míg mások farsangi állarcokat készítettek. Az állatkészítésnél a szülők is közreműködtek, a gyerekek pedig szebbnél szebb színekkel festették ki a maszkokat. Aki a nagy munkában megéhezett, háromféle ízű lekváros fánk közül választhatott. A fánksütésben segítkezik nekünk egy óvónő, Németh Andrának hívják, és az itteni Szárazréti óvodának az óvónője. Ő fogja a fánksütést koordinálni, természetesen a gyerekek saját maguk szaggathatják ki a fánkokat, ő fogja nekik kisütni, és utána ízesíthetik, ahogy szeretnék. Milyen ízekben lesz majd fogyasztható a fánk? Háromféle íz van, legalábbis háromféle lekvár van, az egyik a sárga baracka, a másik az áfonya, a harmadik pedig az eper, amivel ízesíthetik őket, vagy simán porcukorral is lehet enni. Mészáros Edina a férjével és két kisgyermekével érkezett a rendezvényre. Nagyon szuperül érezzük magunkat. Valamilyen farsangi kézműves foglalkozást kerestünk igazából. Körülnéztem az interneten, különböző hírportálokon, hogy milyen lehetőségek adódnak a városban, és akkor találtam ezt a ma délután, családi délutánt, ahol a gyerekek kézműveskedhetnek, fánkot süthetnek, kóstolhatnak, és ez pont ideális ebben a szezonban. Ezért érkeztünk konkrétan. Gyerekek melyik részét várják jobban? Most látom, hogy éppen nagy rajzolás van, megy a maszkkészítés, az állatkészítés, vagy inkább a fánk miatt jöttek? Igen, nagyon szeretik a hasukat, szeretnek enni, tehát természetesen a fánk készítés, kóstolás miatt jöttünk elsősorban, valamint hát a kézműves foglalkozásokon is aktívan részt vesznek, valamint amint ha jól olvastam a hírportálon, lesz valamilyen táncos foglalkozás későbbiek során, azokat is nagyon élvezik, tehát kimondottan gyerekeknek, kisgyerekeknek szóló programokkal készültek, és úgy gondolom, hogy bármelyiken is veszünk részt, mindegyiken szívesen teljesítenek. A fánkok elkészítése mellett a gyerekek az állarckészítésből is boldogan vették ki a részüket. Kriszti vagyok, és állarcot csinálok. Milyen színnel festett képen az állarcot? Ilyen piroses bordóval. Ez a kedvenc színed? Igen. A fősőd is ilyen? Igen. Tudom, mert van ebben rózsaszín is, és azok a kedvenc pulcsim valamiért mostanában. A piros a kedvenc színem is. És ez az egy állarc lesz, amit ma elkészítesz, vagy csinálsz többet is? Hát lehet, hogy csinálok egy állatos állarcot is még pluszban, mert én szeretem az állatokat is. Milyen színű állarcot festesz? Zöld és kék. Ezek a kedvenc színeid? Igen. Más állarcot is készítesz, majd másféle színűt? Igen. És az milyen színű lesz? Az meg simán zöld. A farsangi családi délután a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósulhatott meg. A mai program a helyi közösségfejlesztés Székesfehérváron című program keretein belül valósul meg. Ezt a Fejér megyei népzenei műhely indította, és a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központtal működnek együtt a megvalósításban. Ennek kapcsán van a rendezvény itt megrendezve a közösségi központ Fekete-hegy Szárazréti kultúrudvarában. A farsangi program folytatásaként a délután későbbi részében gyermekjátszó táncház szórakoztatta az érdeklődőket a Szedte Vette zenekar közreműködésével. Miért is fontos, hogy a szülők figyeljenek lelki életükre? Mi is az az Én idő, és hogyan is lehet ezt megteremteni? Mindezekről beszélgetett Kovács Szilvia kolléganőm Dorotovics Milena pszichológussal.
Miért fontos az én idő felnőtt korban, gyerekes szülőknek miért fontos, hogy néha önmagukra is időt szakítsanak a gyermekek mellett? Erről fogunk beszélgetni Dorotovics Miléna pszichológussal. Köszöntelek. Köszönöm, hogy itt látok. Hát szerintem fontos téma az, amit most hoztunk, mert hát a szülők nagyon le vannak terhelve, valljuk be. Tehát azért ugye mindenki dolgozik egész nap, utána a gyerekeknek különféle elfoglaltságuk van. Én megmerem kockáztatni, hogy ma a szülők nagy részének azért arra, hogy mondjuk hetente többször akár sportoljon, vagy akár egyszer is, az nem nagyon fér bele az idejükbe, főleg a gyerkőcök miatt. És ez az én idő ugye mostanában nagyon hát elfogadott, és hát nagyon trendi szó is egyébként. Nem tudom, hogy régen volt-e ilyen a szüleink életében, hogy ők akartak volna magukkal foglalkozni, de eljött a felismerés. Miért fontos ez annyira? Hát igen, mostanában így hívjuk, hogy én idő, nyilván szabad időnek hívtuk annak idején. Hát most az én időnek az lenne a funkciója, hogy feltöltődést adjon a személynek. Hát a szülőknek nagyon nehéz az én időt kialakítani maguknak, mert nem csak saját magukkal kell, hogy foglalkozzanak, hanem nyilván a gyerekekkel, a családdal. Gyermekpszichológusként ugye nem tudok csak a gyerkőccel foglalkozni, mindig a szülőkkel is foglalkozom, és sokszor látom azt, hogy bűntudatuk van amiatt, hogyha esetleg egy ilyen én időt beiktatnak a mindennapjaikba, mert úgy gondolják, hogy a gyermektől veszik el ezt az időt, ezt a minőségi időt. Hát most akkor mindenkit feloldozok a bűntudat alól, hogy muszáj, hogy az ember saját magára is szálljon időt, és feltöltődjön lelkileg, testileg és minden szinten, mert csak akkor tud nyugodtan, pozitívan, energikusan hozzáállni minden teendőjéhez, hogyha feltöltődött. Na most a szülőknél ez azért nagyon fontos, mert a szülőknek a szorongását, félelmét, minden apró lelki rezdülését a gyermekek átveszik, és ez átmegy a szülő-gyermek kapcsolatba. Tehát rögtön kis adóvevőjükkel a gyerkőcök ezt átveszik, és akár tüneteket is produkálhatnak, tehát hogy ők mutatnak olyan tüneteket, ami amúgy a szülőtől jön. Tehát ezért is fontos, és nem szabad, hogy bűntudatunk legyen emiatt, mert hogy oda kell, hogy figyeljünk. De ezt akár párkapcsolatban is, ha nem bizonytalan vagyok, ha alacsony az önértékelésem, ha szorongok, ha félek, ezt vetítem ki a külvilág felé, és nyilván a párom ezt kapja, avval neki kell küzdenie. De ha én magamat rendbe rakom, ha belül kiegyensúlyozott vagyok, és minden rendben van, és elégedett vagyok, akkor nyilván ezt sugárzom ki, ezt kapja meg a környezetem, és már a környezetem is egy mosolygós, elégedett emberrel találkozik, tehát könnyebb kapcsolódni a többiekkel is. Mondod a bűntudatot, mondjuk szerintem nagyon sok szülő, nyilván megvan ez a bűntudat érzés, de talán még az is ott van, hogy nem biztos, hogy elmerünk szakadni a gyerektől, tehát hogy mondjuk lehet, hogy túl ragaszkodó a gyerek, és mondjuk lehet, hogy azt mondja, hogy én már pedig nem megyek a mamához, amíg ti elmentek hosszú hétvégézni, vagy pedig a szülő ragaszkodik esetleg annyira a gyerekhez, hogy hát ő nem szeretne, mert egyébként nekem van olyan kolléganőm, aki azt mondja, hogy ők még a nyaralást is úgy csinálják mindig, és minden hétvégét, és mindent, hogy ők együtt szeretnek lenni a sok-sok-sok gyerekkel, és hogy lehet, hogy egyáltalán nincs is rá mondjuk neki igénye. Igen, tehát az, hogy ki hogyan töltődik föl lelkileg, pszichésen, ez egyéni. Valakinek elég, hogyha kialussza magát rendszeresen, valakinek regényt kell olvasni, valakinek mozognia kell, valakinek pszichológus köz kell, hogy járjon, vagy akár spirituális tanfolyamokat kell, hogy elvégezzen ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrébe. Tehát ez egyéni, hogy ki mitől töltődik föl. Van olyan, amikor elveszíti valaki azt a képességét, hogy rájöjjön, és ez nagyon gyakori mostanában, hogy mi is az, ami engem föltölt, ami már korábban feltöltött, egy hobbi, egy szabadidő, az most már annyira nem. Ilyenkor szoktak megkeresni engem, hogy közösen találjuk ki, hogy mi az, ami újra örömforrás, boldogságérzetet tud okozni egy embernek. Na most a sportot, a testmozgást azt mindenképpen tudom javasolni, mert nyilván az olyan hormonokat szabadít fel, illetve a testet is rendbe rakja egy kicsit, ami már maga egy feltöltődést jelent testileg. Lelkileg pedig hát meg kell találni azt, ami minőségi energiát tud adni nekünk. Tegyük ezt egyébként párral, vagy pár nélkül? Tehát mi, jó, nyilván mind a kettőnek megvan a létjogosultsága, melyikben legyünk esetleg egy kicsit önzőbbek? Mert egyébként van olyan, ezt beszéltük a beszélgetésünk előtt, van olyan, hogy mondjuk anyuka hazamegy, és akkor azt mondja, hogy de jó, végre van egy pár órám, amikor nincs itt senki, és kicsit mondjuk lehet, hogy
beülhetne a kádba egy pohár borral és hallgathatna zenét, de mondjuk ehelyett azt mondja, hogy na jó van, akkor inkább most kitakarítok. Hát igen, ezek a rossz döntések, mert hogy ilyenkor ugye nem töltődünk föl, nem gondoljuk át a napi dolgainkat, nem a tudattalan dolgokat, amik megtörténtek velünk, nem raktározzuk el, nem hozzuk a felszínre, tehát muszáj, hogy néha kicsit magunkba legyünk. Ez lehet pár perc, lehet egy kicsit több idő a mosdóhelyiségben, teljesen mindegy, hogy hogy töltődünk föl, de át kell, hogy gondoljuk, hogy mi az, ami ért minket, mi a céljaink, rövid távú, hosszú távú, akár napi szinten, mi az, amit szeretnénk, tehát hogy muszáj, hogy egy picit visszavonuljon néha mindenki. Uh-huh. És az, hogy hogyan, az már egyéni kérdés, hogy ezt hogyan oldja meg, vagy hogyan érzi. Mert ugye az volt az eredeti kérdésem, hogy párral vagy pár nélkül. Hát igen, valaki a párjával tudja ezt elképzelni, valaki a párja nélkül, az ilyen egyéni. Az egyedülállóknak nehezebb azért megoldaniuk az életet. Ugye egyrészt, aki mondjuk egyedülálló édesanyja, mondjuk szerintem ők vannak többségben, reggeltől estig ugye intézi a munkát és a gyerekeket, és hát rosszabb esetben mondjuk nem is biztos, hogy van hova letenni a gyerekeket, mondjuk, hogy önmagára is ideje legyen. Azért az egy nehéz helyzet. Igen, nekik alapvetően nehezebb és terheltebb az életük, úgymond, mert egy személyként sokkal több szerepbe kell helytálniuk. Tehát, hogy nem elég, hogy mondjuk egy anyaszerepben vannak, rögtön egy létfenntartó, családfenntartó szerepben is vannak, nyilván anyagilag is fel kell tartani a gyermeket, a családot, akkor egy munkahelyi szerepben is vannak, mint kolléganő vagy kolléga, úgyhogy nekik rengeteg szerep van, és ez megterheli őket, és hát hajlamosak az ilyen önmarcalongolásra egy idő után, hogy túlterhelt vagyok, nekem ez nem megy, meg akarok felelni, de mégsem megy, tehát nekik extra módon kell arra odafigyelni, és olyan külső támaszokat keresni, ha nincs nagymama, ha nincs külső segítség, ahol egy picit ezekből a terhekből le tudnak adni, és önmagukra tudnak fókuszálni. Hogyha napi szinten lebontva nézzük, most nyilván ezt nem lehet meghatározni, de például én is voltam úgy, amióta gyerkőcök vannak, hogy azt mondtam a nap végére, hogy nem hiszem el, hogy nincs 3 percem arra a zuhanyra, amit egyedül akarok tölteni. És hogy tényleg, tehát kisgyerekesként nyilván az embernek ilyen az élete. Arra is emlékszem, hogy amikor mondjuk, és szerintem sokan vannak ezzel így, hogy amikor becsöppen egy pici az életbe, akkor onnantól tényleg fenekestől felforgatja, de az ember ezt nem látja előre, hogy tényleg azok a pici dolgok, ami például egy nőnél, hogy megmosom a hajam, vagy elugrok a fodrászhoz, vagy most mondok valamit, ami tényleg azért hozzátartozik a hétköznapjainkhoz, az úgy kiesik, és akkor az ember elkezd feszengeni, feszült lenni, és tényleg ahogy jönnek a gyerekekkel a teendők, meg a különböző tevékenységek, ugye, mondjuk este tanulás, stb., tényleg az embernek nagyon kevés ideje marad magára. Igen, hát eleve a gyerekvállalás előtt van egy ideális szülőképünk, hogy milyen szülőnek kell majd lennünk, illetve van egy ideális gyerekképünk, hogy milyen lesz ez a gyerek. És általában ez a valóságban nem szokott találkozni, és ilyenkor próbálunk megfelelni az ideához, illetve ugye generációkon átívelő nevelési elvek is vannak, minták, amiket hozunk, régi feldolgozatlan traumáink vagy élményeink vannak, amik is befolyásolnak minket, illetve hát a külvilágnak is van rengeteg megfelelési vágya felénk, amit sokszor csak mi magunk alakítunk, hogy milyen egy jó anya, egy tökéletes anya, na ilyenek nincsenek. Tehát, hogy nem kell ideába gondolkodni, nem kell tökéletes anyába gondolkodni. A szülőknek el kell jutni egy önismeretnek egy olyan fokára, meg a felnőtteknek, meg mindenkinek persze jó lenne, hogy elég jó legyek neki, magamnak és a gyerkőcnek, és ne rakjak irreális nagy megfelelési kényszereket magam elé, mert akkor egy nagy terhet rakok le magamról, és akkor már nem is olyan nehéz gyorsan megmosni a hajamat, vagy akár lassabban, mert nem akarok megfelelni mindenkinek, nem leszek türelmetlen, tehát hogy kicsit lejjebb rakom a mércét magammal és a többiekkel szemben. Most egyébként, hogy a mércét mondod, nem egészen pontosan erre gondoltam, hanem arra, hogy amikor a picik mondjuk rajta csüngenek anyán, és tényleg nem tud kimozdulni. Például most van egy kolléganőm, aki szült babákat, ikreket, és mondott olyan vicces szituációt, hogy tudta megoldani azt, hogy eljusson például a mosdóba, mert hogy az egyik itt, a másik ott, és akkor ilyen vicces helyzetek jöttek ki belőle, ő mondjuk viccesen éli meg, de néha ez már lehet egy idő után teher is. Hát igen, a szülőségnek
az a szépsége, és a csúnyasága is, hogy amikor az ember már kezdi megszokni, hogy akkor na, kitaláltam így alusz át az éjszakát, hú, most ezek az igények, akkor nyilván a gyermek nő, mások lesznek az igényei, más lesz a vágya, a motivációja, a életkori sajátosságai változnak, és ahhoz nekünk folyamatosan változni kell. Ez egy hullámvasút. Én a szülőségre adnám az első diplomát mindenkinek, mert ez a legnehezebb dolog, nincs benne állandóság, mindig oda kell figyelni. És igen, vannak a gyermekkornak egy olyan szakaszai, főleg ez a kisdátkor, csecsemőkor, amikor ezeket túl kell vészelni, amikor igenis ott csüng anyán, például a szeparációs szorongásnál, ha kimegy a szobából, már rögtön sír a gyerkőc, ezeket tudni kell helyén kezelni, illetve tudni, hogy nem tart örökké, és majd el fog múlni. Ezekben önfeláldozónak kell lennünk, úgymond a szülőszerepben. De ezek ilyen átmeneti időszakok, nem kell úgy megélni, hogy most már akkor ez mindig így lesz. Akkor most itt a beszélgetésünk végén kérlek erősíts meg, mert többször hallom azt is egyébként itt nálunk is, akár a szerkesztőségben, hogy hú, most annyira nincs kedvem hazamenni és a gyerekekkel foglalkozni, vagy hú, de jó lenne, hogyha most mit tudom én egy hétig kiszabadulnék, és akkor ilyenkor az jön a következő mondat, hogy de akkor én most rossz anya vagyok, vagy rossz szülő vagyok. Nyugtass meg, hogy nem így van. Megnyugtatlak, nem így van. Pont ez a lényege az elég jó szülőnek, hogy tisztában van azzal, hogy ilyen gondolata is lehetnek, és ezek nem rossz gondolatok, csak éppen elfáradt, kimerült, türelmetlen, de mindenkinek vannak ilyen gondolatai, és ez belefér. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk. Köszönöm. És hát a fontos üzenet az a kedves nézőknek is, hogy igenis töltsenek magukkal és párjukkal is minőségi időt, ne csak a gyerekekkel. Különleges esemény helyszíne volt a Hímerház, ahol fogyatékkal élő modellek mutatták be három hazai divattervező ruháit. Lengyel Zsófia, esélyegyenlőségi referens, hagyományteremtő szándékkal rendezett divatsót. Készültek a loknik, szép sminket kaptak a lányok, majd felvették a csinos ruhákat, és egy napig királynőnek érezhették magukat. A különleges online divatsó ötletgazdája Lengyel Zsófia, városunk esélyegyenlőségi referense volt, aki látássérültként maga is rendszeres résztvevője hasonló rendezvényeknek. Most azonban elérkezettnek látta az időt, hogy Székesfehérváron is megmutassák, a szépség mindenkiben ott van. Nagyon szeretek tervezni és szervezni és szervezkedni, úgyhogy ez engem nagyon motivált, hogy megrendezzem életem első divat bemutatóját, illetve gyönyörű városunkban Székesfehérváron még nem volt hasonló, hogy fogyatékossággal élő modellek léptek kifutóra, úgyhogy úgy gondoltam, hogy íme itt a lehetőség. Sajnos a járványhelyzet miatt most az online térben lesz majd ugye közvetítve, de mégis el tudunk jutni, azt gondolom, minél több emberhez a szeretet a szerelem ünnepén, hogy egy nő az akkor is nő, hogyha bármilyen fogyatékossága van, és íme a kifutón ezt meg tudjuk mutatni, hogy mi is tudunk tündökölni és gyönyörűek lenni. Bárkinek elárultam, hogy ezt milyen viszonylag gyorsan megszerveztem, nem hitte el nekem, úgyhogy elég gyorsan sikerült mindent megszervezni, de azért nagyon-nagyon sok munka volt abban, hogy ennyi támogatót találjunk, hiszen nagyon fontos kiemelnem, hogy ez a rendezvény karitatív. Bárki, aki eljött hozzánk most sminket készíteni, fodrásznak fizurát készíteni, mindenki karitatív módon tette ma a dolgát, ugyanígy a divattervezőink is, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk, nélkülük ma nem lehetnénk itt. Az Ability Fashion ügynökség fogyatékossággal élő modelljei három hazai divattervező ruháit mutatták be a Valentin nap alkalmából szervezett online divatson. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség. Eleve az, hogy azért nem vagyok az a tipikus modellalkat, viszont ugye most így megkaptam ezt a lehetőséget, hogy én is részt vehetek ezeket a bemutatókon, és nagyon jó érzés viselni ezeket a ruhákat, meg nagyon fontos számomra az üzenet, amit az Ability Fashion is képvisel, hogy attól, hogy ugye mások vagyunk, fogyatékkal élők vagyunk, attól még lehetünk ugyanúgy divatosak, lehetünk nőiesek, lehetünk valódi nők, úgyhogy ez számomra nagyon fontos, hogy ezt képviselhessem. A farmer divattól kezdve a koktélruhákon át az estélyi ruhákig számos egyedi különlegességben ragyoghattak a modellek. Réti Éva, Lőrinc Ildikó és Dudik Szonya divattervezők jóvoltából. Rám az egy jellemző, hogy én mindent újra hasznosítok, a farmerra kezdtem 8 évvel ezelőtt, és azóta a csipkét, a függönyöket és a hímzést is beletettem a repertoárba. Rengeteg ruhát hoztam, és megpróbáltuk a lányoknak azt
kihozni belőlük, ami ott volt, ott legbelül elrejtve. Tehát olyan érdekes volt, például az egyik hölgy mondta, hogy na, ő szoknyát biztos, hogy nem, és a végén összeállítottunk egy nagyon vagány utcai szoknyás viseletet, és ő volt a legboldogabb ettől az egésztől, hogy végül is azon a saját komfortzónáján is túl tudott lépni. Én a munkásságomat igazából 2016-ban kezdtem, akkor indítottam a Szonya Dudik divatmárkát. Ugye nálunk a fő profil az az estéruhák, illetve a koktélruhák, illetve kosztümeket is készítünk a hölgyeknek. Nagyon fontos az elegancia, az egyediség, illetve az, hogy a női szépséget megmutassuk. Én nagyon hamar, nagyon fiatalon kezdtem el sportolni, egészen pontosan 3 évesen, és a sportnak köszönhetően ugye a fellépő ruhák voltak mindig a nagy kedvenceink, amiket általában magamnak terveztem meg egy idő után, és sokszor édesanyám készítette el. Mondhatni, hogy innen indult ez az egész vonal. Utána középiskolában megtanultam varni, ott a női szabószakmát kitanultam, és onnantól már élveztem azt, hogy milyen jó, hogy magamnak el tudom azt készíteni, amit megálmodtam, illetve természetesen azt, hogy fölvettem, viseltem, és senki másnak nem volt olyan. Úgyhogy nálunk az egyediség az továbbra is nagyon-nagyon fontos. Most egy egész vegyes ruhatárat hoztam, úgyhogy nem egy kollekcióban gondolkodtam, hanem többféle ágát szerettem volna megmutatni a Szonya Dudik ruhamárkának. Van egy mennyasszonyi ruhánk természetesen, tehát azért már a Valentin nap akkor egy kicsit azért ösztönözzük a férfiakat, úgyhogy van egy mennyasszonyi ruhánk, van igen piros ruhánk is, amit menyecske ruhának szoktak azért általában nálunk kérni, illetve különböző díszítésű gyöngyös kis poncsók, tényleg csillogó. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hogy lehetőséget adunk a hölgyeknek arra, hogy itt igazán ragyoghatnak, és én ezt nagyon meg is tapasztaltam már a ruhapróbák során, hiszen amikor felvették a ruhát, megnézték magukat, vagy kitapintották, hogy hogyan is áll rajtuk ez a ruha, elpróbáltuk a színpadon, teljesen megváltozott az arcuk, tehát tényleg egy kilobbanó boldogságot lehetett látni, és tényleg az, hogy wow, egy gyönyörű nő vagyok. És én ezt az érzést szerettem volna nekik megmutatni, és úgy érzem, hogy sikerült is. A különleges divatbemutatóból Pletcher Ádámnak és az Értékmentők csapatának, valamint Aracsi Norbert filmrendezőnek köszönhetően egy kis film készült azért, hogy mindenki láthassa, senki sem tökéletes, mégis bárki tündökölhet a színpadon. Zsófi mondta, hogy hát egy picit segítsünk be, és akkor hogy a pogácsa, meg nem tudom, de ez mindig úgy alakul a végén, és ennek körülünk is, hogy aztán sokkal több feladatot vállalunk magunkra. Itt például az, hogy ugye ez egy az eseménynek gyakorlatilag egy videós kis végeredményét kell, a szabadi fogalmazni produktumot kell készíteni, abban segítünk, hogy a mi kis csapatunk itt ezt segíti. Valamint az önkénteseink is jöttek, ami ügyes-bajos kis dolgok, amik ilyenkor vannak, abban szívesen segítenek, és hát nagy szerencsénkre egy kedves jóbarátom Dudik Szonya, aki divattervező, elfogadta a felkérést, és hát így módon akkor, ha szabad fogalmazni, akkor közvetítettük őt is, hogy részt vegyen ebben, és hát minden, ami gyakorlatilag itt felmerül, abban pedig szívesen segítünk. Minden olyan ügy, ahol felhívjuk a figyelmet valami fontos témára, valami fontos misszióra, az mellé nekünk érdemes és kell is odaállni, és így kerültünk ide, és így vagyunk ott gyakorlatilag mindenhol, a szabad így fogalmazni, meg ezért is van az, hogy mi magunk is ugye igyekszünk generálni minél több minden jó cselekedetet, vagy jó ügyet. A lányok szépségéhez az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum tanárai és diákjai is hozzájárultak. Alapvetően fodrász kozmetikus tanulókat képezünk, hogy miért fontos ez nekünk. Egyrészt egy nagyon jó dolog azért, hogy a tanulók gyakorolhatnak, kipróbálják magukat éles helyzetekben. Másrészt az érzékenyítés szempontjából is nyitottak vagyunk, a mi iskolánkban is vannak fogyatékkal élő tanulók, és azt gondolom, hogy a mindennapi életben ez nagyon fontos, hogy a tanulók ezt megtapasztalják a saját bőrükön is, hogy milyen az, amikor együtt kell működni egy projekten, milyen az, amikor együtt kell dolgozni, valami olyasmit kell létrehozni, ami végül is egy mindenki számára egy pozitívumban zárul. Azt tapasztalták meg a lányok, hogy nincsenek különbségek, tehát, hogy minden lány szép akar lenni, minden lány csinos akar lenni, minden lányban ott van az a kis wow effektus, és csak egy picit kell rajta segíteni, hogy ez kijöjjön, akár egy jó smink, akár egy jó ruha, akár egy jó frizura. Tehát, hogy igazából az, hogy valaki szépnek érezze magát, az egyfelől belülről jöjjön, másfelől egy kis segítséggel mindenképpen lehet rajta változtatni, hogy több önbizalma legyen, szívesebben forduljon meg emberek között, szívesebben mutassa meg magát. Az eseményen készült felvételt Cseh Palkovics András polgármester köszöntőjével együtt hétfőn este 8 órakor teszik közzé az ügynökség YouTube csatornáján. És bár ez az első ilyen rendezvény volt a városban, a szervezők ígéretet tettek arra, hogy ősszel a folytatása következik.
volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra!